Az MSP üdvözli ezt a aprócska jó hírt, hogy a harmadik negyed évben kiemelkedve a többi adatból a tavalyi mínusz 1,7%-kal szemben Varga Mihály miniszter úr dacára Orbán Viktor tragikus gazdaságpolitikájának plusz 1,7%-ról tudott beszámolni. Ezen túlmenően a magam nevébe szeretnék gratulálni Varga Mihálynak, hogy ennyi mindent belelát még ebbe az eredménybe. Valójában a tavalyi harmadik negyedév elsősorban a rendkívüli asszály miatt annyira alacsony bázist teremtett ez év harmadik negyedévéhez, hogy ahhoz képest nehéz lett volna ennél egy gyengébb eredményt produkálni. Ha összehasonlítjuk a magyar gazdaság mostani teljesítményét, azt látjuk, hogy az körülbelül a három évvel ezelőttivel azonos. Az emberek keresetének értéke nem éri el azt a szintet, ami három évvel ezelőtt volt. Tehát a kormány kurá optimizmusa, hogy a kormány jobban teljesít, az MSZP véleménye szerint nem állja meg a helyét. Orbán Viktor gazdaságpolitikája elhibázott, egyoldalú. Egyrészt megszorításokra épült, háromszor 300 milliárdot vont ki az egészségügyből, az oktatásból és a szociális szérából, másrészt pazarló, stadionokra, túlfizetett EON földgáztárolóra, túlfizetett MOL részvényekre költi a magyar adófizetők pénzét. Az MSP hitet tesz egy új gazdaságpolitika mellett, hitet tesz amellett, hogy nem a 2010 előtti politikáját kívánja folytatni, hanem a jövő évi választások után gazdasági fordulatot ér el. Orbán Viktor minden sikár propagandája ellenére nem tud bizalmat gerjeszteni az ország iránt, nem tud stabilitást teremteni, és nem tud fenntartható fejlődést biztosítani az ország számára. Örülünk ennek a egynegyedévi kiugró adatnak, de sajnos ez kiugró és a múlt évi nagyon alacsony bázis miatt ekkora. Nem látjuk azt a szerves gazdaságpolitikát, ami biztosíthatna egy fenntartható fejlődést. Ehhez egy olyan kormányra van szükség, amely figyel a magyar emberek érdekére, figyel arra, hogy legyen pénzük megvásárolni a szükségleteikre szükséges árucikkeket, nőjön a belső fogyasztás, nőjön az ipari termelés és ne csak az időjáráson múljon, hogy a jóisten kegyelméből egyik évben asszály van, másik évben kicsit jobb az idő, akkor lehessen csak örülni a gazdaság teljesítményének. Mi úgy gondoljuk, hogy a beígért, a választási kampányba, Orbán, Orbán Viktorék által beígért 4-6%-os növekedéssel szemben, ez az eredmény, amit produkáltak, hogy három év alatt ott tart a gazdaság teljesítménye, ahol három évvel ezelőtt messze elmarad mind az ígéretektől, mind a várakozásoktól. Magyarország jobbat érdemel, a választások után ígéretet teszünk egy fenntartható, tartós gazdasági növekedésre.